Sziasztok, üdvözlünk titeket! Kimozdultunk egy picit a stúdióból, itt vagyunk a gyímesekbe, ahol elcsíptük a két hétre hazautazó Kustán Magyari Attilát, és azt fogom tőle megkérdezni, hogy léteznek e a gyík emberek. Tartsatok velünk, és jó szórakozást! Az előbb említetted ezt, hogy ezt megütötte a fülemet, hogy megcsinálnám, de nem tudom, hogy rajtam kívül valakit érdekelne. Ja. E hogy mikor valaki valamit csinál, akkor ez olyan érdekes, én is sokat vívódom azon, hogy azt kellé -e úgy csináljam, hogy mást is érdekeljen, vagy nem? Uh -huh. Mert, hogy, mert ha te valamit szeretnél csinálni, és itt most ugye gyorsan, hogy milyen példát hoztál, hogy a, a saját régi irományaidat egy picit újra nézni, újra elemezni, kicsit kritizálni saját magadat, hogy kell-e kell valakit érdekeljen rajtad kívül, hogy egy ilyet csinálj? De igen, hát attól függ, hogy hogy adom ki, mert hogyha egy könyvet szeretnék, amit mondjuk, nem tudom, közpénzből támogatnak, és ez általában így történik, akkor igen, akkor muszáj érdekeljen valakit. Legalább a kiadó el kell döntse. Szóval ez nem rajta múlik, de hogyha én otthon nagyon unatkozok, és délutánonként saját magam elkezdem kiavítani a régi szövegeimet, és felteszem a blogomra, akkor, akkor igen, akkor senki nem kell érdekeljen. Szóval szerintem ez csak egy ilyen technikai kérdés, hogy, hogy ha megcsinálnám, akkor múlna-e azon, hogy én Gondolok-e arra, hogy valakit ez érdekel, vagy sem? Uh -huh. Ez ilyen érdekes, hogy mi. Hát ugye mindenkinek van egy, egy múltja, amikor valamit csinált, ugye főleg, hogyha már nem tudom, 10-15 éve letesz valamit az asztalra, hogy, hogy hogyan tudsz úgy visszanézni azokra a régekre, mert ugye mindenki változik, meg az esetek jó részében valószínű, hogy már nagyon nevetségesnek tartod azt, amit régebb csináltál. Valószínűleg ez a jó irány. Mert hogyha a régieket tartanád a legjobbaknak, akkor nem biztos, hogy <laughs> ez az egy, az egy jót jelentene, hogy, hogy neked milyen véleményed egyébként erről, hogy mennyire kellene amúgy egy ember szerintet foglalkozzon ezzel? Mert ugye ez is sokszor felmerül ez a téma, hogy hát azt el kell engedni, az rég volt. Uh -huh. Nekem most Bernie Sanders jutott eszembe, tudod, az amerikai uh -huh. elnök jelölt szenátor, aki akit, azzal kritizáltak, hogy ugyanazt mondja, amit nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt. És akkor ő azt mondta, hogy hát ha változni fognak a dolgok, akkor én nem fogom ugyanazt mondani, de azért mondom ugyanazt, mert nem változtak a lényegi problémák. Uh -huh. És szerintem ebben van valami. De a másik kérdés, amit mondasz, az tényleg az, hogy én legalábbis, amikor régebbi szövegeket nézek, akkor akkor igen. Van egy szégyenérzetem, hogy te jó, igaz, hogy tudtam leírni, mert én ezért ma embereket keresztre feszítenék, hogy te hogy vagy képes ilyen hülyeségeket írni. És akkor arra jöttem rá, hogy ezt ilyen nagyon nagy türelemmel kell kezelni, mert te azt gondolod, hogy ha valahova eljutottál, akkor te abból a pozícióból lőhetsz hátra. De ez sem fair. Sem magaddal szemben, sem másokkal szemben, mert igazából az emberek mindig valahol tartanak. Tehát mindig fog valaki a jelenlegi munkádra persze. is úgy tekinteni, mint te mondjuk az ezelőtt hét évvel levő hát Abszolút. Ráadásul nincs is ilyen egyenes vonal, szóval nem az van, hogy létezik egy ilyen tudás út, amelyiken így mind haladunk egy irányba. Hát Össze-vissza futkározunk itt a térképen, szóval ennek nincs értelme. De hát akkor ez egy ilyen, egy ilyen, egyszerű kibúvó is lehet, nem? Hogy akkor mindig azzal... Tehát kijön mondjuk egy számunkra idióta, vagy nem hihető, vagy bármilyen cikk, vagy elmélet, vagy akármi, és akkor könnyű úgy bebújni a mögé, nem, hogy hát, hát lehet szegény, még csak most kezdte, vagy még nem tartott, vagy... Hát ugye elvileg, ugye, de hát ez még a klasszikus sajtó felfogás, hogyha most csak a sajton belül maradunk, vagy mondjuk a... De hát igen, tehát hogy például a televíziós műsoroknál, vagy podcasteknél, ugye régi szép időkben volt ez a kapuőr nevű illető, aki mondjuk a főszerkesztő, vagy valaki, akinek már volt annyi tapasztalata, hogy tudta, hogy, hogy mit kell csinálni, és nem, nem, szóval nem csak cenzor volt jó értelemben, hanem tudta, hogy mi megy át, és mi nem. És ez mondjuk a neten nincs, és ez egy kicsit látszik is, szóval nem akarok ilyen öreg ember, aki szidja az internetet lenni, de hogy az, az szerintem egy valós probléma. A kapujörnek is megvan a maga problémája, mert hogy igazából tényleg lehet rossz cenzor is, de közben meg lehet egy olyan ember, aki, hát ez ugyanolyan, mint a, nem tudom, a készítésnél, meg a kenyérsütésnél, hogy az ember, ha nekiáll és hülyeségeket csinál, akkor legyen ott valaki, aki elmondja neki, hogy ez nem jó, ez nem megy. Szóval, és, és tereli vala, valamára. Szóval ez nekem hiányzik azért manapság. Mm. És én mindig szerettem azt, hogyha volt valaki, aki leokézte azt, amit csináltam, és mondjuk a könyvnél, ami megjelent, és ami meg fog jelenni is ugyanez a helyzet, hogy vannak olyan emberek, akikben bízok jobban, mint magamban, és akkor tudom, hogyha ők azt leokézzák, és voltam így főszerkesztővel is, akkor akkor én hátradőlök, és nem azért már a felelősséget átadtam, mert nem mutogathatok rá, mert ez én nevem van ott, osztozunk a felelősségbe valamennyire, de hogy, hogy akkor tudom, hogy rendben vagyunk. Szerintem uh -huh. kellene ilyen emberek. És hogy kell haladni felfele, hogyha akarsz, persze. Szóval, ilyen lóti-futi újságíróként kezdesz, hogy ott kérdezel mindenkit, hogy milyen volt a futóvársé, tessék elmondani. És végül elkezdesz fenebb menni, javítasz már lassan más szövegeket, szerkesztő leszel, adott esetben főszerkesztő. Uh -huh. Egy könyvnek a kiadásánál, most adott esetben, mondjuk a te első könyvednek a megjelenésekor, ki volt neked, vagy ki -e ezek a személyek, akik Akikbe mondjuk jobban bízol. Ez szó szerint, vagy név szerint? Ö, nem, nem, nem. Jaj, Csak azért érdekel, az hát, hát, hogy ja. egy könyvnek mm -hmm. a kiadásánál mm -hmm. kik lehetnek azok a személyek, tehát mm -hmm. hogy így ja. gondolsz most volt. jellegű dologra is, vagy vagy azért inkább szakmai ez a. Hát volt, volt két ember, az, mind a kettőket ismerem bizonyos idő óta, és az egyikük nyelvileg nézte át, mm. már, és tudom, hogy nagyon uh, komoly, megfontolt, keményen dolgozó ember, aki akinek ha odaadtam a szöveget, és ő visszaküldte tele pirosakkal, és akkor mondta, hogy te jó, hogy írhattál egy ilyen hülyeséget egy mondatba, akkor én azt úgy meg tudtam fogadni, és nem kekeckedtem vele, hogy hát én csak jobban tudom, mert nem tudom, én vagyok a szerző, hanem tudtam, hogy ő jobban érti a magyar nyelvet, mint én. A szakmai áttekintést meg egy olyan ember végezte, aki nekem a Conteo kutatásokban nagyon sokat adott, nem mint személyes tanárom, mert soha nem voltam ilyen viszonyban vele, csak informálisan, és ő egy olyan ember, aki sokat változtatott rajtam, aprópó ugye, hogy változik az ember, és bízok benne jobban, megint csak ma, nem, mint magamban. Tehát, hogy tudom, hogyha ő ezt akkor én rendben vagyok. De hol van az a határ, amikor neked kipattan a fejedből egy ötlet, vagy egy téma, amiből mondjuk egy komolyabb cikket, vagy akár egy könyvet lehet írni, és hívsz egy szakmai segítséget, aki, akinek engedett, hogy beleszóljon, de azért mégis mi van akkor, ha ő annyira törzs, a törzsét meg akarja változtatni, hogy neked az mások lenne? Szerintem ez egy huncut dolog, mert ez nem fordul elő, mert hogy eleve olyannal dolgozik együtt az ember általában, akiről tudja, hogy mire számítson. És a, ha teljesen másképp gondolkodnánk mindenről, akkor úgyse tudnék vele. Hát vannak ilyen emberek hogy eleve nem is fordulnék segítségért, mert tudom, hogy az alapokban nem értünk egyet, akkor meg mi értelme? Neki sem jó, nekem sem jó. Szóval az ember nem olyanokat keres, akik mindig rá fognak bólintani mindenre, hanem olyanokat, akik nagyjából egy úton haladnak, csak, csak azért lehet, hogy valahol máshol vannak több a tapasztalatuk, tudják, hogy mit kell jobban csinálni. Uh -huh. Górjunk bele egy kicsit a, ebből a könyvből. Miről, miről szól ez a, az első könyved? Konteókról. Na, <laughs> tényleg? Ennyi, mehetünk haza. Jó, köszönöm szépen. Én is. Uh, és egyébként akkor egy kicsit onnan kezdem, hogy mikor kezdtél el foglalkozni ezzel a témával, illetve mikor jött ez, hogy, hogy ebből könyvet kellene írni? Uh -huh. A... Ugye a Conteo az összeesküvés elméletet jelent, ez csak így az ember dobálja ezt a szót, mert hosszú szó az, hogy összeesküvés elmélet, és akkor van ennek a rövidített verziója. Ez csak fontos elmondani, mert már volt ilyen tapasztalatom, hogy nem tudták ezen, miért is tudnák egyébként. A, a, kulturális antropológia szakkora jártam Kolozsváron, és érdekeltek a hülyeségek, hogy most így nagyon, nagyon végtelenül leegyszerűsítjük a dolgot, és akkor az államvizga dolgozatom volt a, tehát ez volt a témája, a conteo három ilyen magyarországi alternatív honlapot néztem meg. És uh, amikor azt befejeztem, megírtam, átestem az egész sztorin, akkor igazából a te korábbi vendége György Boti volt az, aki írt egy könyvet a, az erdélyi humorról. Mm. És, uh, és akkor gondolkoztam el, hogy erről végig is lehet írni a szakdolgozatodra egy könyvet, akkor az nem is a hülyeség, és miért ne? És uh, szóval az a könyv hatott rám, mert hogy meg az, hogy Boti ezt megírta, és akkor úgy kezdtem el írni a könyvet, kicsit hatott rám a stílusa is, azt aztán komolyabbra vettem, mert egy humoristától azt várod hogy humoros legyen tőlem, meg nem feltétlenül. Úgyhogy utána, tehát hogy az alapképzés után kezdtem el ezt írni. Hát kérdezzél. De a... Megpróbálok, ha már értem. Hát, mindig így lezárom a mondatokat. Forog, forog a fejembe egy csomó dolog, mert hogy most így említetted, hogy meg tőled azt várnák, hogy ne legyen humoros. Jó, nyilván más a humoristától elvárt humor, bár kérdés, hogy tőlük is mit várunk el, mert a mai humornak azért már megvan az eléggé mély gondolatvilága, uh -huh. legalábbis, hogyha nem egy viccet mesélünk, hanem, uh -huh. hanem uh, hallunk egy komoly másfőre stand upot amiben azért ugye, az élet nagy uh, jelenlegi problémái azért sokszor e csattognak. De hogy mondjuk én látnék egy ilyet, hogy a konteó meg a, a, humoros oldala. Uh, volt benne, azt hiszem, én rég nem olvastam újra, de hogy persze próbáltam humorosra fogni, de már akkor azon gondolkoztam, hogy nem feltétlenül kell kiröhögni embereket, azt egy kicsit úgy kell kezelni, hogy hát akkor ők ebben hisznek, de azért volt, volt benne. A, talán a második másodiknál, amit most írtam, nincs annyi, mert hogy most már nem röhögök annyit rajtuk. Akkor egy kicsit visszagorva, visszaugorva, meséld el úgy, mintha életemben nem hallottam volna arról, hogy mit jelent a Conteo. Azt, hogy mi a Conteo? Igen. Te, te, te hogyan, te hogyan <laughs> magyaráznád meg? Nekem az egyik kedvenc példám az az, hogy bár azt hiszem, hogy a szerző azt mondja, hogy ez még nem Conteo, de hogy innen indulunk ki, az a meglepetés napi parti. Mert hogy a Conteónak három eleme van, az egyik a, a, az összeesküvő, tehát hogy ugye mindig kell valaki, illetve kellenek valakik, akik összeesküsznek, kell egy terv, mert ugye, hogyha nincs terv, akkor miről esküsznek össze, és titokban kell tartsák. És bizonyos értelemben a születésnapi, a meglepetés születésnapi parti az egy jó példa erre, hogy már, tehát lehetne majdnem konteó, csak hogy ez egy olyan hétköznapi dolog, hogy ezt nem lehet annak nevezni. Uh, ugye vannak összeesküvők, nem tudom, a haverjaid, vannak a, van a terv, hogy téged meglepjenek, nem tudom, adjanak egy tortát, meg egy pusit, és van a titok, ugye hát nem mondják el neked, és igyekeznek ugye minden módon eltitkolni ezt előled. Szóval ez a három pillére van, és a conteo, illetve tehát, hogy a, a, a angolul ugye a conspiracy theory az a conspirare szóból jön, ami azt jelenti latinul, hogy közös vagy együtt légzés és ez jelenti azt, tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen együttműködés, vagy, vagy uh, hát összeesküvés, amivé fajult ez a szó. Uh, mit mondjak még neked? A, lehet sokat beszélni róla, akkor még egy kicsit fogok, hogy vegyél levegőt, hát, addig ő... egy kis vizet, ha gondolod. A, a, három pilléről egy kicsit akkor mondok, ha gondolod. A, az összeesküvők az, hát ugye mondjuk a Soros Konteó az úgy néz ki, hogy mondjuk van egy, van egy öreg bácsi, aki sok csúnya dolgot tervez a világ ellen, viszont hát ugye konspirál, tehát hogy ő is együtt kell lélegezzen valakivel, és tervezze a gonosz dolgait, az, tehát hogy előfordul az, hogy van egy gonosz ember a sztoriban, de ő is mindig össze kell esküdjön valakikkel. Szóval lehet, hogy a hierarchiában ő van legfelül, és őt kell plakátokra tenni, de mindig kell legyenek soros katonák, soros bérencek, soros nem tudom mik, tehát hogy hogy mindig kell nem legyen. Én ismerősen hangzanak ezek hát a szavak. Én, nem Én, tudom, hogy én, valami én most mondaná? találtam ki. Ja. Uh -huh. é, szóval. Ja, és persze az összeesküvés, az összeesküvő az nem mindig kell gonosz legyen. Szóval vannak ilyen UFO sztorik, most nem mondom meg neked pontosan, nem emlékszem, talán a szürkék, vagy nem tudom milyen UFO, vagy ilyen földön kívüli fajok, akik azt hiszem, hogy ők például jók. És persze titokban dolgoznak azért, hogy a gyíkemberek emberek elől megmentsék a bolygónkat, meg mit tudom én most nem tudom pontosan. De akkor, hogyha jól értem, akkor azok, akik ezeket csinálják, ők nem tudják, hogy ők összeesküvés elméletnek a részei, hanem akkor ennek mindig van egy fogadó réteg is, aki ezeket fogadja. Hát van aki, van, aki tudja, mert a Soros Bérenc az ugye Bérenc, tehát hogy ő fel van véve arra, hogy akkor mondja a dolgait, vagy nem tudom, máskálódjon aludjon a nemzet. De így, nem amikor én ülnek én... egy asztalnál, és Soros bácsi elmeséli a terveit, mert hogy vannak terveik. Igen. Akkor nem mondják így ki, hogy na akkor ma az összeesküvés elméletnek a gyűlésére ösztök. Hát, én ezt nem tudhatom. <laughs> <laughs> ezt én, én sosem voltam ilyen. De hát ugye azért vannak ilyen valóban létező, Szervezetek, mint mondjuk a, a szabadkőművesek, akik ugye szintén titokban dolgoznak. Tehát, hogy itt most a, nem a hülyeséget mondom, hogy a, nem tudom, mit csinálnak, hanem ugye tényleg létezik szabadkőműves páholyok léteznek világszerte, Magyarországon és Romániában is, és az is titkos. De, hogy ott, ott ugye mit csinálnak, azt mi elvileg nem tudhatjuk. Vagy ott van a Bilderberg csoport, ahova ugye évente számos országból volt miniszterek, miniszterelnökök, szakértők, stb. újságírók vesznek részt, az is titkos. Ugye nyílt a, 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 publikus az, hogy kik mennek oda, viszont, és azt hiszem, hogy meg is lehet osztani, hogyha egy résztvevő akarja, azt nem vagyok benne biztos, hogy miről volt szó. Nem készített, tudom, a felvételeket, de elmesélheti. De ugye pontosan nem tudjuk, hogy ott miről van szó, tehát hogy miről beszélnek. Ezek általában többé-kevésbé ugye hatalommal pénzzel bíró emberek, tehát ezért is gyanús ez a sztori, ezért lettek ilyen furcsa konteók is körülötte, de hogy az tényleg létezik, hogy vannak csoportosulások, ahol valamiket elképzelnek. Lehet, hogy azt, hogy fogunk egy virágágyást készíteni nem tudom hova, és akkor csak ennyi, hogy mi azt pénzeljük, vagy etetni fogunk szegény gyerekeket, de hát igazából nem tudjuk, hogy ez hogy történik. Azok, akikről elterjednek ilyen nagyon komoly történetek, vagy nevezzük konteóknak, azok nekem, úgy nem tudom, bár nyilván nem ásom el magam annyira, hogy kutakodjak is utánuk, de hogy még azt látom, hogy le van egy konteó valakiről vagy valakikről, nem látom az ellensúlyozását, hogy miért nem akarják sokszor ezt megmagyarázni, hogy bocs, ide, ez csak egy konteó rólam, vagy, uh -huh. vagy, mi, mi erre, hogy látod neked a, szerinted az adok kapuk? Én, én, például, ha már soros, én nem tudom, hogy ő, ő valamit valaha mondott-e arról, hogy illetve hát azt hiszem, hogy egyébként szokott nyilatkozni arról, hogy mi a szitu, milyen vádakkal illetik, és hogy ez nem igaz, vagy nem, nem tudom, volt ez a híres, vagy hírhetve, nem tudom, írása, amikor valami olyasmit írt, hogy egy millió bevándorló kell évente Európába, vagy valami, ami egy ilyen demográfia izé volt, hogy akkor ahhoz, hogy fenntartsuk, meg nem tudom, legyen nyugdíjunk 30 év múlva is, már nem neki gondolom, hanem nekünk, akkor ezt ugye migrációval pótoljuk, ezt nem sokan mondják, ugye nem csak ő, és akkor ebből lett egy ilyen konte, hogy ő be akarja hozni a migránsokat. És azt hiszem, hogy arra ő ott még utána publikusan reagált. Szóval de nyilván Soros György vagy Bill Gates tudja, hogy ők összeesküvés elméleteknek a központjában állnak. De ami például eszembe jut, az az, hogy a NASA-nak volt egyszer egy hivatalos közleménye, vagy valami ilyesmi arról, hogy a Marson nincsenek gyermek tartó táboraik, vagy nem tudom micsodák, mert hogy voltak ilyen konteók, és akkor ezt így el kellett magyarázni. És talán arra is van hivatalos válaszuk, hogy a Holtraszállás az valódi volt, meg mit tudom én. Úgyhogy vannak, ja, meg igen, hát a, a, azt hiszem, hogy egy volt új zélandi miniszterelnök volt, aki nyilatkozta azt, hogy ő nem gyíkember, mert hogy azzal kapcsolatosan is voltak ilyen és akkor ezt így közölte. Rá, rátérünk mindjárt arra, hogy kíváncsi vagyok okay. egyébként a legjobb sztoriaidra, mert te biztos, hogy ezret is ismersz, de visszatérve a könyvre, mit ad ebben a témában akkor majd a most készülő második? Az első képest uh -huh. mondjuk, jó. Um... Egyébként még a második két pillírt, azt nem játszottuk le a titoktartást és a tervet, de mm -hmm. nem feltétlenül de, de mondd el akkor róly, azt is, akkor jó, vissza. Jó, jó, jó. Csak azért, mert én is mindig belebonyolodok, és aztán a végén elfelejtem. De ezek rövidek, szóval a terv az ugye az lehet jó, lehet rossz, tényleg ez nem... nem ez Ugye attól függ, hogy az összeesküvő, mit akar. Különböző szintű tervek vannak, szóval lehet az, hogy nem tudom, pénzlopok kis faluból. De lehet az is, hogy az egész bolygót tönkre teszem. Szóval, hogy ennek van globális léptéke, van lokális, tehát, hogy mindenféle konteók vannak. A, ami, tehát, hogy ezt így most nagyjából ennyi ide, azt hiszem, hogy elég is. A titoktartás az meg, az meg arról nagyon keveset olvastam, vagy keveset is tudtam írni róla, de ez igazából nagyjából azt lehet mondani, hogy ugye a médián keresztüli agymosás, ami az egyik ilyen, ilyen dolog, vagy elterelik a figyelmed a fontos dolgokról, meg nyilván hát ugye a Merkelről vannak például ezek a fotók, amikor a, nem tudom, látszik, hogy a karját, az, a kezét azt így tartja, és akkor van egy egész ilyen fotógyűjtemény, hogy Merkel így tartja a kezét, és hogy, mert hogy ő az illuminátusoknak a tagja állítólag, és akkor ő így jelez a, nem tudom, a kollégáinak, hogyha nem tudnák, hogy ő akkor hova tartozik. Szóval, hogy ilyen titkosi jeladások vannak, hogy nem tudom, Biden kacsint egyet, és akkor az azt jelenti, hogy ő gyíkember. ember. Nem, tehát, hogy ilyen, ilyen jeleket kereső emberek meg fogják találni azt, hogy itt, itt az összeesküvők azok hol kommunikálnak egymással, és milyen módokon kódolják a terveiket, mm. hogy előlünk ugye titokba tartsák. Na ennyi, ennyi a három pilléről. De hogy akkor, akkor egyébként a Conteo az akkor válik Conteóvá, mikor ez a titok lelepleződik. Igen, hát ezek a hivatásos leleplezők, de ez majd belemehetünk később jobban. Én a konteók alatt nem azt értem, hogy valami ami téves, hanem valami ami összeesküvésről szól. Tehát, hogy itt, és, De majd amikor kitérünk rá, akkor beszélünk róla többet. De hát igen, a conteó az, tehát, tehát hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy mi nem tudjuk, de ők igen. Ugye ez a, ez a lényeg ennek, ez mindig így néz ki, hogy van valaki, aki tudja. És van olyan kedves, hogy ezt meg is osztja velünk. Mert, hogy a különböző jelekből összerakott valamit. Ez lehet igaz is néha, és sokszor meg ugye nem az. Jó, belemehetünk ebbe részletesen is. Térjünk vissza kicsit a könyvön, mm -hmm. mert engem érdekel ja. nagyon, hogy hogy mondjuk, hogy kell elképzelni akkor ezt a második verziót? mondjuk megszületett az első könyv, ami mm -hmm. a conte szól, elmondta tisztán és világosan. Ja. Ezt egy folytatása, egy ránc verziója, Kicsit erőmesé. Um, mivel a könyv után is foglalkoztatott téma, és a mai napig ezzel foglalkozom, ezért arra gondoltam, hogy kéne írni még egyet. Uh, nem azért, mert az első nem jó vagy téves, szerintem ez rendben van, tehát ez egy pöpec kis könyv, ami szerintem abszolút olvasható, de és nagyon sok mindent tanultam, és ez az azért ugye, hát, amiről beszéltünk, változott is bennem. Nem olyan drasztikusan, de azért a hangsúly áttevődött máshová, és nagyon sok minden, ami szerintem fontos, az úgy változott bennem. És egy másik struktúrát is akartam. Szóval az első az úgy nézett ki, hogy volt egy első része, amelyik ilyen elméleti bevezető, és a második rész az ilyen példák voltak. Szóval globális példák, romániai, meg magyarországi példák és egy másik felépítést akartam a könyvnek, amelyik elméleti végig, de mindig példákkal is dolgozik. És volt még egy fontos szempont, hogy hozzam be azokat. Jó, tehát a második könyv az öt hangú könyv. A, egy, Ez szak... mit egy, szakkönyv általában két hangú. Az egyik a szerző, a másik pedig az a sok ember, akire ő hivatkozik. De akikre hivatkozik, azok által... Van itt egy Cseszle. A, akire hivatkozik, azok általában ugye további szakértők. Tehát így mi egy körbe hivatkozzuk egymást, uh -huh. és akkor abból épül va bocsánat, valami. Na most minden rendes szociológiai munkában azt hiszem, hogy több hang kéne ennél, mert hogy az nagyon szép, hogy én a másik okos embert elolvasom és összefoglalom, és akkor ráépítek, de ebből kimaradnak azok, akikkel foglalkozom például. És a Conteo kérdésében van két másik hang, aki nagyon fontos. Az egyik, aki persze ez megint leegyszerűsítő így, az egyik, aki gyártja a Conteot, aki lehet te is, lehet bárki, persze vannak professzionálisok, akik ilyen cuccok előtt de jobják, milliós közösségnek. Meg fognak szólani a könyvbe? Uh, nem, hát uh, olvastam és beépítettem, de készítettem interjút is olyannal, aki a nem nagy titok, mert hogy ott a YouTube-on a Hihetetlen Magazin nevű elég népszerű YouTube csatornának és a folyóiratnak a főszerkesztője, Szűcs Robert, és még tervezgetek ilyeneket. Szóval van ilyen is. Tehát hogy az egyik oldalon a, a gyártókat, hát olvastam könyveiket, cikkeiket, néztem videókat, hogy vágjam be azt a különböző témáinál a könyvnek, hogy ők mit mondanak, mm. és a másik hang, az a, a negyedik hang, az enyém, a szakértők és a gyártók utána a, a fogyasztó, úgymond. Szóval olyan ismerőse, ez nem reprezentatív kutatás, de hogy olyan ismerőseimmel beszélgettem, akik legalábbis, hát azért mind hiszünk konteókban, de hogy akik talán kicsit azért több, több konteóban hisznek, mint mondjuk valószínűleg te vagy én. Ezt milyen finoman próbálnak Azért, mert nem szeretem ezt a nagyon fekete-fehéret, mert egyébként mindenki hisz konteókban, csak az a kérdés, hogy kinek a konteójában hisz. És de, hogy klasszikusan... úgy hisz, hogy azt el is fogadja, hogy, tehát, hogy úgy, úgy, hiszi, hogy meggyőződése is, hogy az az igaz, vagy, vagy mit értesz ezzel, hogy hisz egy konteóba? Erről is van egy érdekes rész, amit én nagyon szeretek, ami arról szól, hogy egy barátommal arról beszélgetünk, hogy bizonyos konteókat miért tart hülyeségnek, bizonyosokat miért nem, és hogy például a Covid alatt hogyan csúszott bele abba, hogy egyre inkább gyanakodjon. Most megint szépen fogalmaztam. Mert hogy, és hogy az egy nagyon érdekes, nekem valahol megvan a hangfelvétel, ami csak az enyém, de hogy, és azt összefoglaltam, de hogy az nagyon érdekes beszélgetés volt, mert hogy innen látszik, hogy nem fekete-fehér, hanem ő is sokat változott. És hogy a Covid volt az, ami, ami nagyon elindította valamilyen úton. Szóval ez azért is érdekes már, hogy innen van visszaút, meg nem tudom, tehát hogy ezek nem olyan emberek, akik tök hülyék, vagy na, nem tudom, mindig vannak ilyen elképzelések. Ezek emberek, akiknek a véleményük sodródik, akik sokszor gondolkodnak, és lehet, hogy többet, mint azok, akik mentek és nyomták a karjukat, hogy rakjál belém bármit. Tehát, hogy a gyanakvás az nem feltétlenül rossz, a jelek összerakása sem feltétlenül rossz, ugye csak néha túl lehet ezzel csúszni. Aztán persze vannak a nagyon hülyék, ez igaz, tehát, hogy van, aki tényleg aztán már mindent elhisz. Ilyen van, de ez a, ez a nagyon sztereotív verzió. A normális, hétköznapi ember, ami mi ismerőseink, nagymamánk, barátaink, stb. szomszédunk, ezek mindig a két végpont között vannak valahol, bocsánat, itt a mikrofont bántom, és így mozognak valahol, és az egyiket hülyeségnek tartják, a másikat meg, meg elfogadják, szóval ezek komplex emberek, mint mindenki más. Uh -huh. Bocsánat, igen, és zárom le, az ötödik hang az, meg az olvasói, mert hogy kicsit, de hát nem tankönyvesen akartam, de hogy ilyen kérdéseket teszek fel a fejezetek végén, ahol um, önmaga elgondolkozhat azon, hogy hogy ebből a fejezetből mit szűrt le, hol vitatkozik velem, mit gondol -e ezekről. Meg van egy e-mail cím aztán a könyvben. Az ott ott eszköltök kérdezni, a... várod is vissza ezeket a... Én nem bánnám. Ja, szerintem ezekből érdekes viták vagy beszélgetések lehetnének. Uh -huh. Jó, még egy kicsit akkor maradunk a könyvnél, és... Uh nem tudom, hogy most ezt úgy csak lehet, ha csak én gondolom, de hogy ugye az ember olyan, hogy oké, okay, hogy dolgozik valamint, de azért úgy már szeretek kicsit álmodozni. Úgyha ha eldobott te teljesen a mindenféle ilyen, tehát hogy egyet álmodsz mondjuk, akkor vannak már a fejedbe a második könyv után tervek ezzel a témával? Ezzel a témával már azt hiszem, hogy nincs. Tehát mm -hmm. legalábbis én azt látom szociológusokon is, másokon is, hogy azért ugye egy idő után úgy telítődnek. Szóval nem lehet ezzel kelni és feküdni. Ehhez hozzá lehet, hozzá lehet csatolni más kérdéseket, szóval konteó és politika, konteó és gazdaság, vagy konteó és, mit tudom én, tudás. Tehát, hogy például az összeesküvés elméletek, legalábbis ha nem elfogadott összeesküvés elméletek hogyan viszonyulnak a hivatalos tudáshoz, amit a az újságír, amit a tévé mond, amit a szakemberek mondanak, hogy milyen viszonyban van a kettő, és ez így az a viszony az hogyan alakul. Ez nekem például egy érdekes, szóval innen elmozdulni arra az egy érdekes dolog, vagy a konteó és politika. Mint, mint szakma látszik -e benne fantáziát, hogy mondjuk most persze nem fogod elmesélni azt, hogy gyék emberek kopogtatnak-e az ajtódon, hogy bevegyenek közéjük, hogy, hogy ne hát. leplez le őket, de mert ha így történik, akkor azt gondolom nem meséled el, mert hogy akkor... Hát azt nem mesélhetem el. De... Kacsintottam közben. Igen, ja. Látom a kéztartásodat hogy bajba vagyok. is. Tudom, én már leszűrtem ezeket a dolgokat. De, de, hogy mondjuk látszik például egy olyan szakmát, ahol ezt fel tudnád te mondjuk a jövőbe használni, hogyha lenne rá egy jó lehetőség. Nem tudom, pont mondjuk a politikában, vagy, uh -huh. vagy az újságírásnak valamilyen szegletébe, formájába, valamilyen zegzugába ezt a... Hát egyébként... Vagy egyáltalán a akarnád én... ezt úgy felfogni, ezt uh -huh. a... Az, akadémia, az akadémiai munkából már kiábrándultam úgy, hogy részt se vettem benne. Szóval nekem az, az, nagyon sok, hogy egy ilyen teljesen értelmetlen versenyfutás és folyamatos versenyeztetés a helyet, hogy... Szóval nagyon szűkös források vannak, és rengeteg ember nagyon-nagyon meg akarja ezeket szerezni, és sok ingyen munka van benne, ami részben probléma, nekem részben nem. Mert ugye ahhoz, hogy jó legyél, azért nem ártana valami pénz, hogy ne kelljen elmenni dolgozni, és utána nem tudom délután írogatni gyík emberekről. De tehát, hogy, hogy ez az akadémiai munka, ez nagyon-nagyon ez, ez nem tetszik. A politikai történet, az meg szerintem arra nagy szükség nincs, mert hogy úgyis mindenki dolgozik konteókkal, úgyhogy ők ott pont jól el vannak. Én azt hiszem, hogy az, hogy az ember könyveket írjon dolgokról, ami érdekli érdeklik őt, és hát oké okay, a szabad idejében, és nem nagy pénzért, szinte semmiért, az úgy egy elég járható út, vagy nekem tetszik, mert hát ez valószínűleg az újságírói múlt is, de hogy az, hogy hassal a közvéleményre, és uh, tudjál szabadon beszélni, az egy elég jó dolog. És azt, hogy megszoktam és szerettem, és a könyv az egy másik szint, mert hogy azon te is el tudsz uh, babrálni egy évig, és akkor valami mélyebbet adsz, mint egy újságcikk. Szóval igen, hát van a már elmozdulni, és ez, ez az, amit tetszik. Uh -huh. uh, jó, az előző egy olyan dolog jutott eszembe, hogy, hogy ugye egy kicsit mesétél arról, hogy hát a mi környezetünk, meg hogy úgy nagyjából a környezetünk azt látja, tehát hogy mondhatni egy ilyen burokban élünk, ugye ezt most már egyre többet használjuk ezt a szót vagy kifejezést, de hogy a konteós történetekben is sokszor azt látjuk, hogy a mi kis burkaink azok nagyjából egyre gondolnak. De mi van akkor, hogyha kilépsz egy ilyen burokból, és belebotlasz egy olyan estébe, vagy egy olyan beszélgetésbe, vagy egy olyan környezetbe, ahol valaki mellette elkezd zúgni egy olyan dolgot, amire te tudod, hogy az nem biztos, hogy jó, most itt tényleg próbálunk uh -huh. finoman fogalmazni. De én azt mondom, nem foglal... Eh, ne fo én, én nem fogok finoman fogalmazni, mert én megtehetem te, hogy könyvet írszem be, lehet, ja. hogy hogy egy kicsit már más... De hogy egy szó, mint száz, hogyha egy általan vett hülyébe botlok, mert hogy ez uh -huh. az első érzésem, ja. hogy, hogyha valaki egy olyat mond, amit én meg tudok magyarázni neki valamilyen formában, akkor azt gondolom, hogy elsőre, hogy nem biztos, hogy oké, és amit mondasz, mit, hogy kezeled? Hát én most egyszer iszok egy pohár vizet, mielőtt itt teljesen kiszáradok. Reméljük, hogy ki lehet ezt a jelenetet vágni. Vas, ha nem, akkor nem. A, um, Szilveszteri műsorban. Egy... <laughs> Bluperek ittam. A... Szóval én valami furcsa helyről jövök. Én uh, ilyen kamaszkoromban nagyon sokat uh, vitáztam. Néha ilyen face-to-face, -face, néha pedig ilyen, nem tudom, más módokon, mondjuk a neten a hívőkkel. Mert hogy én ilyen nagyon ateista ember vagyok, és engem nagyon zavart az, hogy szerintem nem létező dolgokban, ők miért hisznek. Szóval volt bennem egy ilyen nagy türelmetlenség, és nem is felháborodás, hanem ilyen értetlenkedés, hogy az hogy lehet, hogy valaki elfogad valamit, amiről nincs bizonyítéka. És azt hiszem, hogy nagyjából ezért érdekelt a Conteo is, hogy hogy van az, hogy nem tudom, tényleg gyík emberekről beszélnek, meg piramisokat, a nem tudom, ufók építették, meg ilyen story keringenek, hogy ez hogy történhet meg. És ugye van egy csomóféle ilyen uh, furcsa tudás, tehát hogy az asztrológia is, uh, nehogy összekeverem az asztronómiával, igen, mert ez egy megmutatáság lesz, uh, az is ilyen, vagy a nem tudom, a kristályok, meg a tenyérjóslás, meg a, a kedvencem a kriptozoológia, amelyik ilyen kihalt, vagy nem ismert állatfajokkal dolgozik, mint a Loch ness szörny, vagy a ja. Chupacabra, meg ezek Aha. a Bigfoot, meg ezek hmm. a lényekkel. Ami egyébként nagyon érdekes, és most már kicsit mást gondolok róla, nem hittem el, de hogy például a Loch Nessi szörny volt 50 évvel ezelőtt egy nagy Loch Nessi szörny kutatás, és ezt most megismételték tavaly. Ha úgy telik az ide, nem tudom, de azt hiszem tavaly. És legmodernebb műszerekkel mentek és nézték át az egész tavat, jöttek minden turisták, volt egy nagy buli volt az egész, de hogy közben meg kíváncsiak voltak rá. Én néztem velük interjúkat, és hát mondták, hogy végül is nem találtunk semmit. És ez nekem nagyon tetszett, mert valószínűleg, hogy nincs Loknesi szörny. De az, na az nagyon aranyos volt, hogy nem azt mondták, hogy én ülök otthon a kanapéban és kitalálom, hogy van hanem tényleg kíváncsiak voltak rá, miközben mindenki azt mondja, hogy ezek hülyék. De nem hülyék, mert ezek nagyon korszerű cuccokkal oda mentek és megnézték. És én ezért nagyon becsülöm őket. Ez egy másik vonal, de akik tényleg ilyen furcsa dolgokba hisznek, amiket én nem tudok komolyan venni, az engem nagyon zavart régebb. És uh, akkor, de hogy onnan jutottam el oda mára, hogy uh, ezt másképp nézem, inkább ilyen kuriózum, meg önreflexió is, hogy Hát végül is, hogyha ő hisz valamiben, és én nem, mert én meg hiszek más dolgokban, ami neki hülyeség, szóval ezt is meg kell érteni, hogy mind hiszünk hülyeségekben, akkor igazából az egy érdekes ilyen összecsapás, és nem arrogánsnak meg kioktatónak kell lenni, hanem saját magad is el kell tudni helyezni ebben a beszélgetésben, úgyhogy én vagyok az, aki kíváncsi vagyok rá, és persze, hogy nem fogom komolyan venni, hogyha nem tudom komolyan venni, de nem fogom őt hülyének tartani, pláne nem fogom ezt neki elmondani. Szóval nekem van egy ismerősöm. De azt én... elmondod, hogy te nem Igen. így gondolod? Ja, persze. Nekem van egy ismerősöm, akit nemrég ismertem meg pont a könyv miatt, mert uh, kerestem ilyen embereket, és ő olyan ember, aki Szent Györgyön a 90-es évektől egy ilyen kis klubot működtetett, ahol ilyen furcsa dolgokról beszélgettek, és kíváncsi voltam rá, és elkezdtünk beszélgetni, volt, hogy Finnországból, telefonon, meg aztán élőben is találkoztunk, és akkor ő mondott a dolgokat, amik szerintem marhaságok, és hát vitáztunk erről, de hogy nagyon érdekes már, hogy ezek az emberek néha sokkal érdekesebbek, mint azok, akik mondjuk, nem tudom, normálisak, és akkor nagyon jól lehet velük beszélgetni. Ezek igazán érdekesek. A világot sokkal színesebben látják, ami engem mondjuk annyira nem boldogít, mert én racionálisabban szeretném látni, de végül is mind színesítjük a világot magunk számára, csak ők úgy, ahogy mondjuk nem... Uh -huh feltétlenül tetszik minden. Ez érdekes, most ugye beosztad a vallást is, főleg, főleg, annál a témánál, de hogy nem is konkrétan, mint, mint a vallás, vagy mint egyházak, vagy stb. érdeke, hanem az, hogy, hogy sok olyan dolog, ami nem feltétlen kézzel fogható, de azt lehet róla elmondani, hogy, hogy egyébként maga az elmélete az, az egy jó takaró valami. Hogy és mondjuk uh -huh. tegyük fel, hogy, hogy egy bizonyos közösséget ez előre visz. Vagy mondjuk egyszerűbben fogalmazva boldog lesz tőle, vagy uh -huh. jobb lesz tőle, vagy, vagy mondjuk olyan szabályok közé, hogy ő hisz abban, olyan szabályrendszere van, amitől mondjuk jobb lehet az a közösség. Most mit tudom én, például az, hogy azt mondja, hogy ne ő, ne lopj. Tehát most tényleg nem akarok a parancsolatokba uh -huh. se belemenni, csak hogy uh -huh. mondom, hogy vannak ilyen, ilyen gátak, amitől, amitől mondjuk jobbá tud válni egy közösség. Hogy akkor mondható az a konteukra, hogy egyébként nem mindegyik ilyen negatív, hanem vannak jó kis, vagy ez, ez uh -huh. inkább attól függ, hogy ki, ki, hogyan néz. Hát ki fogok pukkadni, ha egyszer nem reagálok arra, amit mondtál, mert hogy csak azt akarom mondani, hogy szociológiai szempontból, legalábbis bizonyos megközelítések szerint, azok, amik általánosan véve jónak vannak tekintve, vallás, család, nemzet, mit tudom én, sport, stb., csomó dolog, intézményeink, amik vannak, az, az, kritikailag is meg lehet ezeket közelíteni, és ott azért kiszokott bukni az, hogy vannak olyan dolgok, amik hát nem feltétlenül jók, és azért a vallásoknak a történelme az nem a legdíszesebb. A nemzettel is vannak, családdal is vannak. Tehát, hogy mindennel vannak problémák, ez nem azt jelenti, hogy akkor ezeket el kell törölni, vagy üldözni kell, stb ez, és mondjam, személyfüggő. ez személyfüggő, ez, egy politikai vita folyton, hogy akkor a társadalmat hogyan rendezzük be, ez nagyon rendben van, szerintem kellenek politikai viták, uh -huh. de hogy nem csupa jó, vagy nem, nem, önmagától értetődően jók ezek a dolgok, hanem ez egy csatatér, amit meg kell vitassunk, és meg kell vívjunk, hogy akkor most mi van a vallásokkal. Hol a helyük? Hát azért gondold el, hogy a francia forradalomnak köszönhetően van az állam és a, az egyház ketté választva. Én nem hiszem, hogy ez rossz dolog volna. De ez egy hosszas politikai vita volt, sőt, elnézve Romániát, ez nem is történt meg, ez a szétválasztás is, a világ egy jó nagy részén ez nem is történt meg. Van, aki szerint ez jó, van, aki szerint ez rossz. Ez egy folyamatos vita, lehet erre csúszni, lehet arra csúszni, szóval ez mindig vitatni fogjuk. De csak ennyi arra, hogy tényleg ne pukkadja ki a kérdésedre. Én hogy nyugodtan, hogy ami be. Hát, ha nem most, akkor egy fél óra múlva. A kérdésedre pedig válaszolva, végre, a... szerintem van jó benne, tényleg attól függ, hogy milyen konteókról beszélünk. Vannak veszélyesek, mint az oltástagadós történet. Ha bár ugye a... az, hogy ők sok ember azért hezítált, hogy itt a, tudod, ez a valami nagy cég, amit Ursula megbeszélt ott nekik, esem... megbeszéltek SMS-be, hogy hát akkor, akkor ez jó lesz. A, tehát, hogy az, hogy nagy cégek nagyon rövid idő alatt tesztelve, bár elvileg ez tök van, de hát akkor is a percepciója az embereknek az volt, hogy ez túl hamar történt. Nem virológusok fogalmuk se volt, hogy mi történik, de ez volt az elképzelésük. Az, hogy nem futottak neki az első oltásnak, az valahol érthető, de káros is lehet. Szóval ez egy nagyon veszélyes történet és az ember ilyenkor, amikor nagyon kell válaszol két pólus között, akkor lehet, hogy inkább azt mondja, hogy jó, jó, akkor szúrjátok belém, csak ne az legyen, hogy uh, itt uh, nem tudom, mind meghalunk most erős túlzással. Szóval vannak ilyen veszélyesebb dolgok, de vannak teljesen ártalmatlan dolgok, mondjuk uh, tényleg ez a holdra szállás sztori, nem mindegy, tehát hogy ez egy 60-as évek kit érdekel, hogy mit gondolnak az emberek. Uh, meg szerintem annak hasznosak, Tehát, hogy a, vagy, vagy inkább az attitűd, ami hasznos. Tehát én azt szoktam mondani, hogy azzal szemben, aki elhiszi, hogy ő most megy és becsétel egy jó és akkor majd dolgok megváltoznak, az a fajta um, kritikai hozzáállás, vagy gyanakvás a hatalommal szemben, ami a konteókat jellemzi, az nem probléma. Azért az nem érdekes például, hogy nagyon-nagyon helyes bizonyos hatalmakban kételkedni, de nagyon-nagyon jó dolog a sajátjainkban hinni. Tehát hogyha te, Mert igazából a, nem a konteusz logikával van problémájuk sokszor bizonyos embereknek. Nem az a bajuk, hogy te kételkedsz a kormányban, vagy kételkedsz egy uh, nagy vállalatban, hanem az a problémájuk, hogy a sajátjukban kételkedsz. Tehát, hogy a holland kormány az mindig szuper. De a, nem tudom, és persze ez egy nagyon átpolitizált dolog, tehát ezért is ez egy veszélyes terep, és értem a kritikákat, mondjuk, de az orosz az mindig rossz. Mm -hmm. nem, tehát, hogy, És valahol mondhatjuk, hogy érthető, és nem a hollandot kellett volna mondjam, hanem a Dánt, mert ugye a Dán kormány volt az, amelyik az Amerikai Egyesült Államokkal együttműködve, összeesküdve európai vezetőket hallgatott le pár évvel ezelőtt. Nem is emlékszünk már rá, mekkora Hiszti volt akkor, hát nem nagy. Tehát, hogy a, hogy van az, hogy hát az a mi kutyán kőke, vagy nem tudom, mit kell rá mondani, de az tök oké is, hogy a dánok ezt csinálják, de amikor egy léggömb átúszott Amerikába, akkor hónapokig azt hallgattuk, hogy a kínaiak kémkednek, aztán kiderült, hogy nem. Vagyis valószínűleg igen, de nem így. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon huncú dolog, mert ugye nem az a kérdés, hogy a, az, mondjuk a jelenlegi, maradjunk ennél, a jelenlegi orosz hatalom, problémás-e vagy sem, vagy hogy inkább az orosz hatalom vagy a Dán kormány alatt akarunk élni. Hát nyilvánvalóan, hogy a Dán alatt, ez nem kérdés, legalábbis valószínűleg a legtöbbünk számára ez nem kérdés, hanem az, hogy a, a kettős mérce az azért visszaüt. Tehát, hogy a gyanakvás az szép dolog, de valahogy megint, tehát hogy, hogy a miénk azok, azok ellen nem szabad gyanakodni, csak az övéik ellen. Tehát, és ugyanez politikára leosztva, tehát hogy az nagyon jó, hogy gyanakszol trump szemben, de nagyon-nagyon rossz, hogyha Bidenről rosszat mondasz. Na. tehát, hogy, és ezt, ez, ez, ez nekem egy nagy probléma. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem racionális például, és ők számon kérik a racionalitást. Tehát akkor azt kéne csinálni, hogy mindenkit egyenként felmérsz, és elmondod, hogy de hát a dán kormány basszus, az uh, kémkedett. Ez nem probléma? Tehát, hogy... Igen, igen, ugye, hogy, hogy akkor azt mondod, hogy a kérdésre válaszolva vagy összegezve, hogy, hogy uh, hogyan kezeled ezeket a típusú mondjuk embereket, vagy elméleteket, vagy beszélgetéseket úgy, hogy, hogy minél jobban kritikus, kritikusan állj ahhoz a dolgokhoz, hogy próbáld inkább megérteni, meg egy vita alakuljon ki, mert abból sokkal több születik, mint az, hogy mind a ketten ragaszkodunk a saját elméleteinkhez. Igen, és nem csak a Conteo hívőkkel, hanem mindenkivel érdemes vitázni. Szóval hogy az, szerintem az a lényeg, hogy ne, ne ha egyszer lehet, mert a Covid az egy kicsit necces helyzet volt, az mondtam, hogy az ember kellett döntsön. Szóval nem volt olyan félig beoltatom magam, hogy a tűt nyom belém, de a cuccot már nem. Tehát, hogy ilyen nem volt. Nem volt ilyen. J Jó, de hogy érted? Hogy, tett, hogy, tett, a, hogy odament, leült a székre, s adta. az egy ilyen sztori, az Jó, a székelyföldön, bőven Igen, de az volt. egy játék volt, és ő nem akarta az oltást, de gondolom akarta a kis papírát róla. De hmm. hogy arra gondolok, hogy vannak ilyen fekete-fehér helyzetek, ahol el kell döntsd. Ez ugyan egy, egy picit talán például, a, mit tudom én, az ukrán-orosz háborúban is de ez kicsit... a mismásolás, hogy hát, de NATO, meg de egyébként de szóval nem de lehet kicsit Én azért ez látom ezt. Azt gondolom erről, hogy ez azért van, mert egyébként nem tud nekünk kialakulni egy kiforrott véleményünk, hanem arra várunk, hogy teljen az idő, hogy azokból a forrásokból, ahonnan mi informálódunk, vagy azoktól az emberektől, akiknek adunk a szavára, azok először mondják el a véleményüket, uh -huh. és utána lesz nekem véleményem. Ja, ez szokott történni, és mindenki a ha jön megvár, egy, jó? Igen, és ha jön egy COVID, ami, ahol nagyon gyorsan kell lépni, tehát itt tényleg hónapok alatt történtek igen. a dolgok, és kicsit mindenki azt láttad, hogy senki nem tud semmit, akkor úgy te is szerettél inkább azt mondani, hogy fú, hát nem tudom te. Vagy, vagy, vagy sokszor már egy ilyen harc volt nem is az oltás miatt, hanem amiatt, hogy, hogy voltak azok, akik azt mondták, hogy de be kell oltani, és akkor azok ilyen nagyon összeálltak egy, egy tömbbe, uh -huh. és akkor azok úgy megszítták azokat az embereket, hogy te hogy uh -huh. mérsz emel ez ellen kriti kritikus uh -huh. lenni? Egy ilyen moralizáló történet lett. És hogy teljesen nem is már az egészségügyről beszéltünk, uh -huh. meg nem ja. is a, a magáról, az uh -huh. oltásról, hanem, hanem ez már teljesen más volt, ez már egy ilyen megmenteni a nemzetünket uh -huh. szinte ilyen történet, vagy ja. a családunkat, vagy az öregeket. Ja. Igen, de hogy a Covid ebben különleges volt, mert uh, tényleg, ahogy mondod, itt sietni kellett. De vannak olyan kérdések, vagy olyan témák, ahol ez nem, nem, áll fenn, és mégis rögtön dönteni kell valamiért, de pedig nem kellene. Tehát az, hogy mit gondolsz a holdra szállásról, tök mindegy bizonyos értelemben. Szóval politikailag ez ma semmit nem határoz meg. A, vagy itt van az Északi Áramlat kettőnek a felrobbantása, ami ugye az nagyon aktuál politika, ez most is befolyásolja a gazdaságot, a politikai életet, ez, ez nagyon meghatározó. De hát van róla legalább tíz olyan forgatókönyv, amit különböző felek mondanak, és ők se szokták nagyon határozottan mondani, hanem emlékszem, a politikó gyűjtött a tavaly, tavaly előtt össze egy cikket már a különböző forgatókönyvekről, és azóta is vannak fejlemények. Na most Ebben például szerintem nem kell választ adni. Szóval van az a szó, hogy nem tudom. És azt többször kellene mondjuk magunknak is, mert hogy hát ott voltam, nem emlékszem. Szóval, hogy nem tudom, hogy mi történt. És persze van, akinek az lesz szimpatikus, hogy Putyinka robbantotta fel, és van, akinek Zelenszki-ke volt az. De ez hülyeség, mert nem tudjuk. És ez csak arról szól, hogy a politikai, eh, valam, hogyan kialakult politikai elképzeléseinket minden létező módon hozzuk össze. Hogy Putyinnal már az is bajunk, hogy kopasz, Zelenszkivel az a bajunk, hogy a pulover zöld. Szóval így nem lehet, mert hogy ez hülyeség, ezzel nem kell foglalkozni. Ha valamit nem tudunk, akkor nem tudjuk. Ha nagyon sürgősen kell döntsünk, akkor döntsünk. Ez egy másik kérdés, COVID. De hogyha tök mindegy, hogy én személyesen mit gondolok, akkor saját magamnak is. Pro, szóval fog, fogjam vissza magam, és ne gondoljak semmi konkrétumot, hanem hagyjam a francba. Majd lehet, kiderül, lehet, hogy nem, nem mm. tudjuk. Jó, menjünk át egy kicsi ilyen is trash, trash anyagba. <laughs> Ad, adok egy lufit, egy héliumos lufit, és úgy kell elmondja, de következő. Nem, nem. <laughs> hogy, de egy kicsit tényleg lazítsuk fel ezt a dolgot, Jó. és az érdekel engem, hogy mi a számodra a top 5 konteú? Oké, okay. ez az egy kérdés, amit uh, megosztottál Igen. velem előtte, úgyhogy ezt leírtam, mert igazából... Azt nincs... hittem, most hogy nem tudom, milyen nagy lelepőző... Előhozom a Lufi-t. <laughs> <laughs> <Igen. gül> nem, nem, az öt, ötöt leírtam, de ez elég uh -huh. random, tehát uh, ezen korábban nem, is gondolkoztam, nem. de sose volt uh -huh. ilyen Istám. Úgyhogy Igen, e... azért ritka helyzetek egyike volt, hogy megosztottam veled. Nem is akartam nagyon uh -huh. belemenni azt, hogy most tényleg befolyásoljak bármilyen szinten is, mert érdekelne mondjuk olyan formában is, hogy szerinted a több, ott le, több top 5 legviccesebb mondjuk vagy. Uh -huh. a, ja. Nem tudom, az országon ja. belüli. De hogy épp azért akartam egy picit ezt ugye rejteni, hogy tudjál róla, mert Neked egy akkora halmaz lehet ebbe a témába a fejedbe, hogy azért úgy érdekelne, hogy egy kicsit úgy elmélázva ezen a helyzeten úgy mégis egyáltalán miért tartod ezt érdekesnek? Ja, zavarba is lettem volna, hogyha így hirtelen rákérdezik, hogy ez, ez egy jó, hogy ezt megkérdezted. az első, amit kiválasztottam, az az, hogy Trump összejátszik Putinnal, És azért ez az első, mert ez nagyon provokatív, mert ugye ez nem konteo, hanem igaz. De hát ugye a logikáját tekintve meg konteo, mert hogy itt arról beszélünk, hogy egy elnök a, 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 egy idegen és ellenséges hatalommal összejátszik, ami azért nem semmi. Tehát azért az egy elég nagy vád. Na most létezik egy Steel Dossier nevű ilyen irat, ami, most nem hülye vagyok számokból is, de hogy ez jó pár éves. Azt hiszem, hogy lehet, hogy még az első, szóval, hogy a Clinton, igen, a Clinton-Trump verseny alatt jött ki, és évekkel később írta meg a CNN, bocsánat, nem a Russia Today, tehát, hogy tényleg ők írták meg, hogy ez kamu volt ez a dosszié többnyire. Tehát, hogy a fő informátor az uh, arról kiderült, hogy hazudik. És ez a dosszié volt az egyik pillére, szóval nem ez az egyetlen, nem azt állítom ezzel, hogy akkor itt nincs, mert nem is tudom, hogy van-e orosz Putin, vagy bocsánat, tehát, hogy or orosz Trump uh, együttműködés, de az biztos, hogy az egyik ilyen irat, ami erről szólt, az nem csak hogy kamu volt többnyire, hanem még az is kiderült, hogy Hillary Clinton kampány vezetői, mit tudom én, kik finanszírozták ezt a dossziét. Magyarán Hillary Clinton és a stábja összeesküdött, hogy, mert hogy titokban csinálták, és csak később derült ez ki, összeesküdött, hogy Trumpról egy összeesküvés elméletet terjesszen. Úgyhogy ez a dupla csavaros sztori nekem ezért érdekes, és ezért az egyik kedvencem, mert erről írok a könyvben valahol még a legelején ebben az új könyvben mert, mert bemutatja a konteóknak a természetét, és bemutatja azt, hogy a politikai oldalaktól függetlenül, lehet, hogy más mértékben, meg más ízlésvilággal, de hogy mindenki dolgozik konteókkal. Meg nyilván egy provokatív sztori. A második az a gyíkemberes. A gyíkemberest azt azért szeretem, nem csak azért, mert népszerű, és azért, hogy az emberek valamit tudnak róla, hanem azért, mert a David Ike, aki egy BBC sport volt, talán tudom 80-as, 90-es években, ő áthajózott a konteók világában, és ő az egyik ilyen top konteós. Na most Ike állítólag több órás előadásokat tart, és én már olvastam olyan konteos szakértőktől, kettőtől legalábbis, hogy olyan komoly a fickó, hogy egyszerűen, ha te leülnél vele vitatkozni arról, ami egy kurva hülye állítás, hogy gyík emberek uralják a világot, az ez eléggé távol állattól, amit így látunk a hétköznapokban, olyan tudás készlete van a fickónak, és úgy tud csúszkálni a különböző valós és nem valós tények, vagy állítások között, tehát, hogy a régészeti leletektől a nem tudom milyen történelmi tényeken át a teljesen kitalált hülyeségekig, hogy ember legyen a talpán, aki ezt tudja követni nagyon hosszú, nagyon komoly előadásokat tart. Én olvastam könyvét is, megint magyarul is, mindenki örömére, de hogy ez a fickó, ez komolyabb, mint egyébként egy csomó, nem tudom, régész meg történész. Tehát, hogy olyan tudás van a fejében, hogy az hihetetlen. És a végkövetkeztetése az nagyon durva, de az az út, amin ő végighalad, de akkor, az nagyon érdekes. Köthet, hozzáköthető ez egész téma? Igen, igen, nagyjából igen. Uh -huh. Azt hiszem, nem, nem vagyok biztos benne, hogy teljesen, lehet, hogy továbbfejlesztette, de az, hogy az ő nevéhez kötődik, ez a fajta gyíkember sztori, az biztos. És ő nagyon komoly fickó, szóval nem az a de sarki nem... néni, aki hülyeségeket ordít, és akkor senkit nem érdekel. Két, két uh, gyors zárójel kérnék tőled. Az egyik az az, hogy Foglod össze pár mondatba, hogy pontosan mm -hmm. mi is egyik ember teória, mert őszintén én például nem tudom. Jó, jó, hát én mindig csinítok, hogy ó, oh, gyik emberek, akkor te hülye vagy, de kb. nekem, nekem kimerül ez a jó. sztori, mert valahogy engem nem érdekelt, hogy utána nézek, hát én is hülye vagyok. Ignorálás Pedig meg tudnám, hogy kik irányítanak. Hát, uh, Úgyhogy mondd el egy pár mondatba, illetve hogy, hogy ez az ember, ha úgy fogalmazó, hogy mekkora tudás van a fejében, akkor nem merül fel az a kérdés, hogy egyébként ő lehet ez csak egy ilyen viccből csinálja, vagy egy ilyen színészkedik? Ja, kezdjük a másodika. Lehet hogy, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, ezt ugye nem tudjuk. Ő összeesküdött legalábbis. Ez egy ilyen konteó, ezt... amit most én alkottam, hogy Persze. lehet az az De ember. hát igen, igen, igen. Ez a legtöbb konteósnak kérdés, hogy mit hiszel, és mit nem. Szóval mm. tudja a fene. Ebben jó pénz van, az biztos. Szóval van egy motivációt, hogyha ilyen krimit akarsz, akkor a motiváció az ott van. A, a másik sztori nagyjából úgy néz ki a történet, most én sem emlékszem pontosan, de körülbelül az, hogy a gyíkemberek azok ilyen földön kívüliek, akik rabszolgasorsba hajtottak minket valamikor, és ilyen mi is ilyen genetikai hibridek vagyunk velük, vagy valamilyen story, és hogy van egy, egy vérvonal, egy ilyen a történelmünkön áthúzódó családfa, amelyik magába foglalja általában az összes ilyen híres és nem feltétlenül szimpatikus embert a királynőtől, Obamán át a, nem tudom, a Rothschildekig, és, és hogy ők azok, akik ilyen alakváltók, tehát hogy ők időnként megcserélik a szemüket, és nem tudom, pikkelyesen alszanak, tehát, hogy ilyen gyík szemük lesz, és nem tudom, amikor lezuhanyzott, akkor átalakul valami pikelyes gyík emberre, és úgy alszik. É, tehát, hogy erre is képesek, de hogy tudnak emberi formát ölteni, és valójában ők uralják a, a világot. Hogyha én most ilyen átveszem ezt a nagyon legyünk megértők ezzel az emberrel szemben, akkor azt mondhatnám, hogy ez egy ilyen túlmesésítése, vagy nem tudom ezt, hogy kéne mondani ilyen misztifikálása, ilyen mágikus elképzelése vagy túltolása annak, hogy amúgy valóban létezik egy nem globális elit, mert ez hülyén is hangzik, és nem is így van, mert hogy ők is egymással folyton versenyben vannak, de valóban vannak családok, amelyek évszázadok óta, például pont az említett Rothschildek, rohadt gazdagok, és átörökítik a vagyonukat. Na most ebben nagy extra nincs, mert hogy ez így szokott történni, ilyen a királyi család, is, van egy csomó ilyen család. Meg, hogy ugye általában véve azért az emberiségen mindig uralkodik egy elit, amelyik sokféle és tényleg egymással is mindig e, e, küzdenek, mert hogy ez egy piac, amit fel kell osztani egymás között, meg hatalom, stb. területek, erőforrások, de hogy e, attól még. Tehát, hogy az alapja a gyíkember sztorinak az semmi más, mint hogy hát a társadalomban létezik egy hierarchia, és annak a csúcsán képzeld el vannak emberek. Aztán, hogy ebből lett a gyíkember sztori, az egy, az egy probléma, vagy ez egy elég vicces dolog szerintem. Zárásképpen nem tudjuk, hogy vannak egy gyík emberek, ha engem kérdezel, nincsenek, de lehet, hogy lefizettek, nem tudom, ezt elmondhatom el, nem mondhatom el, nem mondhatom el, -e? de hogy igazából az a hülyeség, hogy nem tudjuk. Aha. Szóval ez egy ilyen érdekes Egyébként dolgok. ennek az embernek, hogy mondhatod, hogy durva a jövőképe, vagy a végkifejlete ja. az elméletének, hogy mi ez a... Ja nem, hát az, a durva, hogy, hogy idáig eljut a sztoriba, hogy gyíkemberek emberek uralkodnak rajtunk. Tehát, hogy azért egy kicsit az, hogy mondjam, más eszerű. De mondom, ez a nagyon megengedő énem. Tehát nyilván nem gondolom azt, hogy vannak gyíkemberek, emberek, de hogy az egy nagyon érdekes gondolatmenet, hogy miért ne lehetnének. Emberek hisznek angyalokban, emberek hisznek különböző istenekben, emberek hisznek egy csomó mindenben, ami nekik nagyon fontos. Intézményesen a vallás az évezredek óta különböző kultúrában, különböző formákban megvan. Ez a cucc például intézményesülhetne az emberiség egy adott pontján, hanem megnézed a szientológusokat, akkor ott is egyébként egy science fiction író volt az, aki ezt a vallást elindította, és van egy csomó egész menő science fiction eleme, vallása alakult igazából, vagy a mormon egyház is tulajdonképpen 19. századi sztori, azt hiszem, hogy kibatyogott a fickó az erdőből, és mondta, hogy ő talált egy aranykönyvet, amelyik le van írva minden, a mormon könyvének hívják, de sajnos nem mutathatja meg senkinek. Hát azóta az egy hatalmas egyház egyébként Amerikában. Szóval az, amikor a szemünk előtt látjuk, hogy a science fictionből hogyan lesz vallás, akkor nem mondhatjuk azt, hogy akár a káragyik ember sztori egyszer nem lesz olyan, amiben milliók, vagy százmilliók, vagy milliárdok intézményesen hisznek. Mm -hmm. Na, ennyi erről. Mondott Milyen a harmadik? A harmadik, a harmadik az, hogy... Ö, hogy van, van, egyébként a karva akaratlan csináltál egy, hogy haladunk az ötödiktől az első fele, vagy... Nincs, az egy kicsit akkor random. Nem tudunk ebből ilyen menő TikTok videót csinálni, <laughs> öt, négy... Nem baj, mondjad tőle, Megoldod. <laughs> Ügyesek vagytok. A harmadik az, hogy Finnország nem létezik, ami egy... Hoppá. Ami Akkor ugye... azért költöztél oda, de ezt még később, jó. <laughs> a Finnország nem létezik, az egy vicc, azt remélem, hogy senki nem hisz benne. Uh, nagyjából az a, ez a Redditen egy egy valaki kitalálta, és csak így kíváncsi volt arra, hogy hogy működik ez a történet. És én ezt azért szeretem azon túl, hogy Finnországban élünk, mert, uh, mert tényleg csak egy vicc, és és ki kellett találni egy történetet köréje, és akkor nagyjából az volt, hogy ott a japánok, meg az oroszok, és a nem tudom kik megegyeztek abban, hogy van egy nagyon jó kis halász, halászatra alkalmas terület Svédország és Oroszország között, de hogy igazából azt ugye el akarták titkolni, hogy ne legyen konkurencia, vagy valami ilyesmi a sztori, és akkor az a lényeg, hogy ők kitalálták, hogy hát ott van egy van, van, ott még egy ország, és azt úgy hívják, hogy Finnország, de hogy azok valójában az, hát vannak ilyen, vannak ilyen települések, de nagyon kevés, az egész úgy nem egy ország, és az, talán az is Svédországnak a része, szóval, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen hülyeség. De hogy ezt a kontályot egyszer megfutattam, mert az egyetemen tarthattam egy órát a diákoknak, és ott a, a, az óra végére beraktam ezt a, ezt a kérdést, hogy hogy szóval beraktam ezt a konteót, de csak a kijelentést, hogy Finnország nem létezik, és kértem őket, hogy ilyen csoportokban találják ki, hogy miért nem létezik. És aztán a végén persze erről beszélgettünk, és elmondtam nekik, hogy mi a hivatalos Finnország nem létezik konteó. És az egyik kedvencem az az volt, az egyik csoport azzal állt elő, hogy Finnország azért nem létezik, mert túl jó, hogy igaz legyen, ezt az EU találta ki, mert Finnország minden EU-s norma szerint nagyon szuper hely, de olyan nincs, hogy ilyen jó ország létezzen. <laughs> ja. és akkor csak így az EU találta ki ezt az országot. Aha. Na, haladjunk tovább. Ja, közben leittem magam, úgyhogy ez így nagyon Nem, esztétikus probléma. lesz, de hát majd elpárolok. Elpá a hologram menekültek az egyik, ez a negyedik Konteó. Erről azért nem hallottál, mert én ezt életemben egyszer láttam egyetlen egy néni, vagy azt hiszem egy ilyen néni kommentelte oda egy cikk alá, és ezzel 15-16-ban volt, amikor volt ugye a menekült áradat, és akkor ott Magyarországon is a keleténél ott üldögéltek emberek, és akkor ez ugye pánikba ejtett mindenkit. Vagy sokakat. És uh és akkor valaki azt írta, hogy ő tudja, hogy igazából azok a képsorok, hogy ott mennek-mennek az emberek, mint a zombik, és ugye aztán haladnak nyugat felé, az valójában nem igaz, csak be akarnak minket szaratni, ezek ezek mind hologramok. És ezt nagyon szerettem, mert ez egy ilyen ellenkonteó volt, mert miközben az uralkodó konteó az volt, hogy Soros György el áraszt minket barnabőrű emberekkel, akik erőszakolnak nőket, addig valaki azt találta ki, hogy hát nem is ez, ez biztos, ez nem igaz, hanem ezek csak hologramok. Szóval, hogy ez egy ilyen konteó Abszolút, és ezt nagyon szeretem. Jó, az utolsó, az pedig a Maszollal kapcsolatos, ahol dolgoztam évekig, az az volt a tapasztalat, hogy amikor nem tetsző cikket írtunk, akkor időnként furcsa kommentek érkeztek. Érkeztek ezek publicisztikámra is, hogy nekem előre megmondták a marxista kommunisták, hogy én én akkor hosszasan kellett. Ezt kaptam egyszer egy ekkora levelet egy illetőtől arról, hogy én hetekig kellett olvasom Marxot, csak azért, hogy ezt a cikket megírjam, de hogy voltunk jobbikosok, voltunk, so, azt nem is értettem, voltunk sorosisták, voltunk, mit tudom, én mindenek már. És, és az nagyon érdekes volt megélni belülről, hogy persze vannak viták, vannak kötöttségek, mert ugye minden lapnak, de nem mindennek már van, amelyik mondjuk a, nem tudom, az olvasó közönségét gyűjti össze a pénzét, de hogy nagyon sok lapnak van valóban akár politikai, akár gazdasági bekötöttsége, és az okozhat problémákat adott esetben, de, de az, hogy az ember jobbikos, vagy neki soros pénzeli, meg nem tudom, miket kell hetekig olvasson, az azért, azért volt vicces, mert tudtam belülről, hogy ez nem igaz. És, és ezek, ezeket nagyon szerettem, hogy ők kitalálták nekünk, hogy mi valójában mi csinálunk. És tudom azt, hogy milyen belső viták voltak, vagy milyen, miken kellett eldilemmáznunk, hogy mit, mit írja meg az ember, hogy írja meg, és köszönő viszonyban nem volt azzal, hogy, hogy, hogy működünk, de hát az emberek megpróbálták megérteni azt, hogy valamit miért írunk, és minden gyanús volt. Szóval valahol ez érthető, csak nyilván az ember nem szerette, amikor benne volt. Úgyhogy egy ilyen személyeset gondoltam, hogy a végére Aha. hozzak neked. Jó, ez, ez szuper. Mm, átkötve egy picit az utolsó témánkhoz, lassan. Eh, hogyan választ valaki, mikor úgy dönt, hogy elmegy honról, akkor hogyan választ országot magának, illetve a ti döntésetekben volt -e egy ilyen, hogy válogattatok, vagy volt valami olyan indok, ami, ami miatt egyből az oda szúródott abba az országba, ami nem is létezik. Mm. Hát azt nem tudom, hogy mások hogy csinálják, de mi, mert hogy sokszor azt jel, hogy ismerőseik vannak, és úgy mennek valahova, nekünk itt nem volt senki. A... Hát ez ilyen kizárásos alapon történt, hogy valahova azért mégiscsak nem annyira messzire, ami akkor azt jelenti, hogy a legtöbb másik kontinensre nem, meg hát ugye azért vannak olyan kulturális távolságok, amiket nehezebb ledolgozni, és akkor az ember nem akar olyan országokba költözni feltétlenül, ami neki nehéz volna. És hát lehet, hogy kulturálisan nem távoli egy Kanada, vagy egy Egyesült, hát oda franc menne, bocsánat, de hogy egy Kanadába mondjuk, de hogy az meg, az meg ugye nagyon messze van fizikailag. Szóval akkor úgy nagyjából maradt szegény Európa. Na most ugye akkor Európán belül is van ennyi. A vén Európa, és akkor az is tele van olyan országokkal, ahova nem biztos, hogy akarsz, vannak olyanok, ahova egyszerűen úgy érzed, hogy még te is nem kell lesz, mert hogy egyébként erős a mezőny, tehát hogy tényleg annyi, annyi ember van, hogy nagyon nehéz lesz megállni a helyed. Tehát, hogy vannak sokkal rászorultabb, tetrekészebb emberek, például, tehát hogy, hogy Nyugat-Európában egy csomó olyan ember, aki, akinek nagyon meg kell küzdeni azért, hogy munkája legyen, egyáltalán ott élhessen, szóval ez egy, ez egy kemény verseny. És a másik dolog persze az, hogy egy ilyen szociálisan érzékenyebb, erősebb szociális hálóval bíró, kicsit ilyen, ilyen kevésbé hierarchikus, ilyen baráti országot akartunk, és hát akkor így valahogy így addig szűkítettük, amíg aztán Finnország lett belőle, és akkor ott volt, néztünk egyetek, ne legyen Helsinki, mert Helsinki az egy nagy város, abból már köszönjük, elegünk volt, és akkor egy ilyen második legnagyobb város, egyetemi város, ahol akkor meg lehet próbálni egy mesterit elvégezni, és akkor úgy, úgy kerültünk oda. Azért is érdekel, mert ez egy olyan érdekes, elég, elég sokat kutakodtam ebbe a sztoriba, hogy hogyan. Meg vannak is erre most már nagyon jó műsorok vagy podcastek, hogy beszélnek arról, hogy egyáltalán hogyan válaszna valaki országot magának, ha úgy dönt, hogy hogy elindul, vagy hogy milyen kritériumokat alapján, hogy elkezdi nézni. Persze mindenkinek saját ez a lista, ja. hogy most ő neki mi a legfontosabb a kultúrája, vagy a GDP, vagy a tudom is én mi, de hogy hogyan dönt. És akkor ennek alapján akkor mondjuk mik voltak azok az országok, amiben még gondolkodtatok? Hát szerintem szóval, hogy biztos volt több ország, én most már nem is emlékszem annyira, de hogy igazából nagyjából az éjszak volt belőle. Svédország is úgy tűnt, hogy ott szintén erős a mezőny, tehát hogy ott nagyon sok. Tehát, hogy Finnország az egy csendesebb ország, és valami olyasmit akartunk, amelyik, amelyik nem, nem egy ilyen zajos nem tudom ez pontosan mit jelent, de hogy egy olyan, amelyik EU, mert akkor könnyebb mozogni, tehát Norvégia például akkor egy kicsit úgy kizáródik, vagy gondolom, hogy nehezebb oda jutni, az is vagányország biztos. Svédország is azért egy, hát nem sokkal nagyobb, de hogy mégiscsak egy teltebb ország, szóval nagyon sok mindenki van, van aki, külföldi, és ott is van egy csomó nehézség, tehát hogy egyáltalán oda kerülj és, és ott megálld a helyet, ez nehezebb. Finnország az, az se könnyű, szóval ott sem könnyű egyébként. Ott, ott meg ugye az a probléma, hogy kevés a bevándorló, és viszonylag és nehéz ezt, szóval hogy mi vagyunk, a, hát nem a pionírok, de hogy ugye az úttörői annak, hogy akkor na hát itt az idegen ember, nem annyira, mert nem vagyunk az első emberek Finnországba, akik oda költöztek, de hogy most vannak olyan viták Finnországban, amik már rég lezajlottak mondjuk nyugat-európai országokban, vagy akár Svédországban. Tehát a nyelvi kérdések, az, hogy egyébként embereket hogyan diszkriminálnak, és a többi, csak úgy mondom a magukat fehér embernek gondoló nemzettársainknak, hogy mi sem vagyunk azok, és nem is merül ez a kérdés fel. Szóval, hogy bevándorló vagy, lehet, hogy emberek elképzelik a bevándorló hierarchiát akkor, hogy én Közelebb állok a finnekhez, mert nem tudom, kék a szemem és rózsaszín a bőröm színe. De egyébként egy csomó szempontból az ember diszkriminálva van, tehát hogy olyan kezdeti problémák vannak, amik már máshol lezajlottak. Szóval, hogy ez meg akkor más szempontból nehezebb. De hogy azt érzékeltük, hogy ott, ott talán nyugisabb, ott, ott könnyebb. Nem volt semmi ilyen, ilyen nyelv, ilyen finnugor, nyelvcsalád, meg ilyen nem is. Hát kilódva a nyelvvel ötödik éve, azt kell mondjam, hogy van, amiben segít, de van, amiben nem. Szóval az is használ ragokat, akkor az úgy könnyebb megérteni. Én, igen, a, a kiállítás az nekem sokkal könnyebb, mint egy hülye angolnak, aki szegény hajlítja szépen a szavakat. Ez meg egy ilyen darabos nyelv, szóval ez olyan, mint a magyar hogy nem sokat kell ott cselezni a szavakkal, azt úgy mondod, ahogy olvasod. És az nekünk könnyű, másnak meg nehéz. De aztán megtanulni a nyelvet az egy elég nehéz dolog. Szóval a nehéz nyelv, ezek is annyira makacsok, hogy nem képesek egy szót átvenni valahonnan, tudod, nem olyan kedves, mint a román nyelv, hogy tudsz románul, akkor tudsz egy csomó más nyelven egy kicsit. Szóval ez egy ugyanolyan elzárt nyelv, mint a magyar. Az észthez mondjuk hasonlít, de azon kívül semmi máshoz igazából, szóval az nem segített sokat. Nemrég hallgattam egy műsort uh, arról, hogy nagyon. Tehát, ugye az északi országoknak ugye az volt nagyon az előnye, hogy nagyon régóta sokat fektettek a, az oktatásba, és ennek köszönhető sok minden. Most ebben ne uh -huh. is menjünk jobban bele, akkor ez egy új műsor lenne. Ja. De ez mondjuk ott a jellemző rájuk is? Tehát, hogy látod, hogy mondjuk. Uh -huh. uh, kicsit kezdjük hasonlítgatni Romániához. Hát ez nagyon nehéz, ugye. Szerintem Romániával, meg egy csomó más ország az a probléma, hogy azért is nehéz összehasonlítani, mert akkor a különbségek vannak az emberek között, hogy szóval regionálisan, meg nemek között, meg ugye különböző ott élő emberek között, most Romániában ugye a roma probléma, vagy, vagy probléma. Basszus, hát az emberek élnek itt, és hogy nekik milyen problémáik vannak, az egy, az egy nagyon nehéz sztori. Szóval nem lehet összehasonlítani a kolozsvári felső-középosztályban dolgozó IT-sokat azzal, hogy mi történik a nem tudom, a, nem tudom melyik moldvai faluban, ahol még ördögöt üz az ortodox egyház. Hát Románia annyira sokféle, hogy ezt összehasonlítani egy viszonylag Persze, ott is vannak különbségek, de hogy egy viszonylag uh, egymáshoz közelebb álló, szóval közelebb levő emberekből álló Finnországgal, az, az engem meghalad, mert hogy én nem csak ilyen tudok itt dolgokat elképzelni, meg mondani, de hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Az oktatáshoz szerintem abban is látszik, bár nagyon sokat panaszkodnak, mert hogy lecsúsztak az elmúlt tíz évben. Uh, ott is azért a mobiltelefon használat problémát jelent, egyenlőtlenségek vannak a, az iskolák között, szóval ezek mind. Szóval romlik a helyzet. Persze nem mindegy, hogy honnan esel vissza, és milyen tempóban, de Finnország is egy rosszabb hely, vagy kevésbé jó hely, mint volt 10-20 évvel ezelőtt. De most ettől függetlenül szerintem a jól programozottság, én ezt így szoktam mondani, ami, ami szimpatikus a finnekben, hogy ilyen izében vesszük, hogy akkor ők mindegyformák, formák, vagy hasonlítanak. Egyszerűen az a benyomásom, hogy az egymásra való odafigyelés az azért sokkal, sokkal élhetőbb, mint itt. A, nincs az az érzésed, hogy mindenki a világ közepe és úgy megy, hogy az utcán, hogy ő, ő itt a főnök. Mert hogy a hierarchia kisebb, nem volt királyság, nem volt egy csomó minden, ami szóval megúztak egy csomó dolgot, az anyagi egyetlen... egyenlőtlenségek is kisebbek, van nőnek, szóval hogy persze ők is elindultak ezen szép úton, de hogy történelmileg is másképp fejlődött ez az ország, és ez látszik rajta most is. Úgyhogy egy csomó szempontból szerintem szerethetőbb lehet, hogy nem annyira emberi, és akkor vannak ezek a panaszok, hogy hát ezek nem barátkoznak, meg nem tudom, de hogy, hogy igazából ez is egy olyan dolog, hogy ott a barátságért, ezt most csak mondják, hogy, és nem biztos, hogy ez igaz, de hogy meg kell dolgozni. Szóval nem ez a haverkodunk két után, és akkor körülbelül ennyi, és azt hiszük, hogy ez valami barátság volt, hanem ez egy hosszú, lassú munka, amiért meg kell dolgozni. De hát egy ilyen erdőbe bevájt emberek tehát, hogy én ezt szoktam mondani, hogy úgy élünk, hogy ilyen erdőkben élünk. Persze vannak nagyvárosok, tehát, hogy ott akkor hogy az erdőbe több házat vajtunk be, meg lépcsőházat, de hogy valójában tényleg ö sötét hosszú tél, meg ott el vagy szeparálódva a többitől, és az egész társadalom nem működhet úgy, mint egy Romániában például, hogy kicsit úgy egymás seggébe vagyunk, kicsit úgy a társadalmi interakciók olyan informálisak, olyan az egész úgy kicsit ilyen ország, de hogy én azt mondjuk pont azt szeretem benne. Mi a tervetek, hogy alkalmas számotokra annyira, hogy maradtok ott? Ez egy személyes kérdés, de nem bal, persze arra, nem is arra, úgy értem, hanem ebből arra abba a valami... kontextusába értem, hogy hogy mennyire alkalmas arra, hogy, hogy mondjuk ez hosszú távon is persze. megfeleljen. Mondjuk Tudom, a... csak azért is Aha. mondtam, hogy akkor ebből kell valami nem személyeset kihozni, ami inkább közérdekű lehet, hogyha az. Hát az ember kicsit ilyen konteos kell legyen ugye abban az értelemben, hogy a jelekből kell valamit összerakjon, hogy mi lehet a jövőben és ezt ugye végül is nem tudjuk, tehát hogy ez az egyszerű válasz. Finnország szerintem élhetőbb, mint Románia, ez a nagy dolgot nem mondtam, de van, amilyen, vannak szempontok, amik szerint nem. Például nem a szülőhazánk, ami szerintem egy nagy hátránya neki. Egyszerűen, amikor az ember azt mondja, hogy elköltözik otthonról, még lehet akkor is, hogyha csak egy másik városba megy el, akkor is egy kicsit az, hogy kellett döntsön, és hogy főleg egy ilyen nagy dologban, az úgy választja ketté az életét, hogy lehetett volna így is, és az mindig ott lesz benne, hogy lehetett volna így is, de én így mentem. És persze ez visszacsinálható, hát időt nem tudunk utazni, de ugye vissza tudunk költözni. Szóval, hogy ez egy örök dilemma szerintem. És biztos van, aki ezzel így ezt így leokézte, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor mi itt élünk, és semmi gond. Van honvágyunk, mert hát van, de van, aki aztán költözik egy idő után, mert azt mondja, hogy ennek így nincs értelme. Szerintem attól függ, van, aki pénzért megy el, és akkor, akkor neki könnyű dolga van, mert lehet, hogy összeszed valamennyit, hazajön indít egy vállalkozást, és akkor ő boldog attól. De nekem mondjuk személyesen, hogy csak magamról beszéljek, a társadalommal van gondom itthon, és az, az, azt nem lehet megjavítani. Szóval itt a pénz az egy, az egy dolog. Azon lehet segíteni, valahogy kihúzod, az ember ezt csinálta évtizedekig. De amikor hétköznapokban azt érzed, hogy ez így nem jó, mi nem találunk, akkor, akkor az úgy nagyon nehéz. És a fin társadalommal én úgy érzem, hogy én személyesen jobban találok. És uh -huh. akkor meg miért jönnék haza? De ez egy mérlegelés, ez egy örök mérlegelés. Ez egy jó záró gondolat lehetett volna, de nem ez lesz. Ah, most jön a lufi. <laughs> most jön a lupi. Nem, uh, direkt a végére hagytam, bár az első témánkhoz kapcsolódik, de még egy, egy dolog érdekel. Uh, egy ilyen háti a mesterséges intelligencia, amit viszek így a műsorokon át, uh, illetve akarva, akaratlanul így ezt a konteós uh, story plusz fake news dolgot, ezt úgy még nagyon nem is uh, boncolgattuk. Nincs is mások időnk rá, de, de beszélj egy picit erről, hogy uh, hogy látod te így a mesterséges intelligenciával együtt ezt a Conteo plusz fake news történetet? Hát ha eddig nem a brandítottalak akkor lehet, hogy most már, hogy erről nagyon keveset gondolok, ezzel nem is nagyon foglalkozok, mert egy kicsit untat, de nem kellene. Tehát, hogy az egy érdekes téma. A, hát ugye a fake news az egy más sztori, mint a Conteo, tehát hogy Conteo az lehet nem fake news is, és fake news nem mindig kell valami összesküvés, Csak Csak összemosszó mosva, amiatt, hogy ez egy, egy nagy... olyan téma, ami... Persze, ez egy nagy probléma egyébként, mert hogy nincs annyi közük egymáshoz, de valamennyi nyilván van. A... Én azt hiszem, hogy ez megint egy kicsit arról szól, hogy a valami ami fontos, de nem a legfontosabb, foglalkozunk. Szóval, hogy inkább azzal, abból kéne kiindulni, hogy a, a hivatásos, e, még azért mégiscsak domináns média hol cseszte el. Mert e, nagyon könnyű mindig azokra mutogatni, akik kinőnek a problémából, mint a Kuruzslók a COVID alatt, de sokkal jobb volna, hogyha azzal foglalkoznánk, hogy miért nőhettek ki mert a hivatásos média cseszett el valamit ahhoz, hogy az emberek aztán... Ez ugyanolyan, mint, a, ez ugyanolyan, mint Trump Amerikában. Hogy könnyű arra mutogatni, hogy a sok hülye rászavaz, de azt is meg kell nézni, hogy miért, és akkor ott kezdődnek a dolgok. Hogy miért hagytak hátra milliókat a semmiben, miért verték át őket, miért nyomták le a politika szintjét oda, hogy akkor egy Trump is legyártan labdába rughat. Tehát nevetséges, nem? Idezülöttünk. De hát ezt valakik azért elérték hosszas, kitartó munkával. És a sajtó valannyi probléma van, hogy nem is csoda egyébként, hogy ilyen alternatív izék megjelennek. Amik néha jók, mert hogy itt van például a podcastetek, ami egyébként nem a hivatásos média része, és uh, mégis jó munkát végeztek, és erre szükség van. Ennek megvannak a veszélyei, mert neked nincs egy főnököd, vagy nincs egy finanszírozód, akire, a, aki azt mondja, hogy hol hát azért ezt már nem kéne úgyhogy te itt egy kicsit azzal gazdálkodsz, ami van, és az emberek, akik néznek téged, ugye a maguk tudása szerint el kell döntség, hogy akkor levente ez egy kókler, vagy nem az. Mm. És hát ők se biztos, hogy tudják. Lehet, hogy te se tudod. Szóval, Főleg azért... akkor, hogy a következő műsorra behívok egy gyíkembert, és akkor döntsék Még csak el a nézők, hogy most akkor mi az igaz. Hát persze. Lehet, hogy én is egy nagy kókler vagyok, és behívtál. Tehát, hogy ez, ezzel az a probléma, persze ez a baj a hivatásos sajtóval is. Tehát, hogy itt mind benne vagyunk az életben, nyomorultak vagyunk. Ez <laughs> szép záró szó lenne. Nyomorultak vagyunk, és megpróbálunk valamit kihozni belőle. És van, aki becsületesen, van, aki nem, de hát egyikünk sem tökéletes tudtommal. És akkor ez az egész így néz ki. Mindegy, a média elcseszett dolgokat, és az egész fake news dolog, meg oké, okay, a mesterséges intelligencia az egy másik sztori, de, de hát ugye azt fel lehet használni mindenfélére. A fake news az egy probléma, de hát fake news bőven volt régebb is. Tehát, hogy háborúkat szoktak volt arra indít, abból kiindítani a 20. században is, meg korábban is, hogy uh, hazudtak. Szóval ebben nagy, nagy dolog nincs. Tehát az, hogy hazudunk, és politikai okokból, az nem egy új dolog. Az, hogy ez hogy tud terjedni, és néha jobban terjed, mint az igazság, vagy annak vélt valami, az igaz. De önmagában én olyan sok újat ebben nem látok. Nem tudom, hány percünk van még valamit ehhez hozzá tudnék fűzni, de egy De, de fűzd hozzá nyugodtan, mert uh, ugye hallgattam veled egy, uh, egy másik beszélgetésben, Jó. ahol ott említetted, hogy uh, Hát nem nagyon van, amit ajánlani, mert hogy az emberek azok nem fognak úgy híreket, vagy honlapokat olvasni, vagy történeteket meghallani, hogy, hogy kezdenek utána bogarászni, hogy, ja. hogy ki uh -huh. írta, mit írta, létezik-e ja, egyáltalán. De engem valahogy mégis érdekelne, és minél több embertől ezt meg akarom kérdezni, hogy legyen egy ilyen vita erő, hogy, hogy hogy lehet mégis arra ösztönözni az embereket, hogy valamilyen formában Uh -huh. Nézzenek utána bárkinek ja. is. Nem, szerintem nem arra kell ösztönözni az embereket, hogy utána nézzenek, mert ez nem fog megtörténni. Szóval te dolgozol egy irodába, vagy egy gyárba, vagy nem tudom hol, lenyomsz 8 órát, Euh, hazamész, leülsz a Facebook elé, és akkor azt várja a szakértő, a nem tudom milyen egyetemről, hogy te ha látsz egy fényképet, akkor nézd meg az impresszumát annak a honlapnak, és nézd meg, hogy az kicsoda, és googlizd meg a nevét, hogy egyébként mostanáig mivel foglalkozott, ne hülyéskedjünk. Na. Ez nem így működik. A társadalmi intézményeknek az volna a dolguk, a sajtótól a politikán, a vállalkozásokon át, a nem tudom, az egyházakig, hogy akkor őket is behozzuk, hogy átláthatók legyenek. Tehát ö, ö, nem csak a lóvé, hanem az, hogy hogyan működnek. Ki miért mit csinál ott. Nekünk bejárásunk kellene legyen egy csomó intézményben, ahova nincs. Tehát ö, tőlem, hát hogyha nekem lenne egy lapom, akkor jöjjön be oda és nézze meg, hogy, hogy dolgozunk. Miért ne? Nem ez volna a lényeg egyébként? Tehát, hogy én hogy, hogy követelem meg a bizalmat, hogyha egy politikai pártó kapok lóvét, és ezt mindenki tudja például és nem átlátható, mert lehet, hogy minden okés, csak hogy akkor meg nem átlátható, miért várnám el a bizalmat. És ugyanez egyébként a politikában, meg a gazdaságban, meg mindenhol. Szóval itt meg azt a lötyöt, amit gyártottak, de fogalmat se lehet arról, hogy hogy csinálták. Hát az jó, nem? Szóval, szóval, szerintem ez ugyanazt tudod, mint a zöld sztorinál, hogy a nagyvállalatok és a top 1 százalék szennyezi ezt a bolygót, és rajtam kérik számon, hogy külön válogattam-e a tojáshéjat a nem tudom mitől, a műanyag üdítős vizétől, üvegtől. Szóval megint az van, hogy így kitolják az emberekre a felelősséget, a fogyasztóra, Miközben az az ő felelősségük, hogy megdolgozzanak a mi bizalmunkért, mert a mi lóvénkból csinálják azt, amit csinálnak. Szóval megint a fejeteteire állt a dolog. Itt minket nem. Tehát, hogy persze jó dolog volna, és jól hangzik, és ez nem azt mondom, hogy mindenki legyen hülye és mindent elhiggyen, hanem igen, most jelen pillanatban te kell utána néző dolgoknak. Csak azt mondom, hogy ez hosszú távon nem ez volna a megoldás. Jó, köszi. Köszönöm. Én is. Jönnek, jönnek még a kérdések, de ebben most így ennyi fér bele. Jó. Szerintem még valamilyen formában fogjuk folytatni. Nagyszerű. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Köszönjük. Ha tetszett a beszélgetés, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, illetve lent a leírásban megtaláljátok a Patreon linkünket, ahol be tudtok szállni a csatorna támogatásába is. Köszönjük szépen, sziasztok!